illetve a Pécsi Székesegyház visszajátszó rendszere képes rögzíteni digitális módon az organista által leütött hangokat. Redőműveket is kezeli, illetve azt is elmenti. A sípos orgonát hallhatja, tehát valódi sípok szólnak, akkor is, ha az organista nincs jelen. A tanításnál, illetve az előadásnál is egy kontroll az orgonistának, és az ember ilyen módon tudja tovább képezni magát. Az új rendszerű vezőelektronika kezelőeszköze egy tablet. A kezelése egyszerű, itt látszanak a művek, amelyet előzőleg rögzítettünk. A turisták kiválasztatják a kívánt művet, jelen esetben most mi Johann Sebastian Bach D-moll tokkáta és fúgájának az első tételét fogjuk hallani. Elég csak rámutatni az elején a jelre, már is indul az orgona, természetesen még a motor felpörög, a szélláda feltöltődik széllel, de már indul azonnal a visszajátszás. Ez az újabb fejlesztés azért nagyon előnyös, mert nem kell megváltoztatni egy műanyagporgonának a külső megjelenését, az egész vezérelektronikát el tudjuk rejteni a szekrénybe, és a kezelő felületet pedig tetszőleges távolságra el lehet vinni tőle. A turisták előre feljátszott repertoárokból válogathatnak, tetszés szerinti sorrendben tudja lejátszani az általuk kért műveket. A Pécsi Székesegyház nagy orgonájában a harmadik-negyedik manuálmű szintjén vagyunk, majdnem legfölül. A visszajátszó beépítése egészen minimális, de szükséges módosításokat, beépítéseket igényel. A játszóasztalon egyáltalán nem kell megjelenjen semmilyen kezelőszerv, és hogyha az orgona nem mechanikus, hanem például elektromos traktúrájú, akkor pedig rendkívül kevés módosításra van szükség a szerkezetben. Ha egy orgona mechanikus vagy pneumatikus szerkezetű, vezérlésű, akkor bizonyos elektromágneseket be kell építeni ahhoz, hogy a visszajátszó funkció használható legyen. A Pécsi Egyházmegye turisztikai munkatársaként elmondhatom, hogy idegenforgalmi szempontból az orgona visszajátszó szerkezete egy nagyon előnyös dolog a számunkra, és ezzel a szerkezettel egy különleges élményt tudunk nyújtani az ide látogatóknak, a Pécsi Székesegyházba látogató turisták részére, akik mindig nagy örömmel hallgatják a különböző orgona darabokat, és meglepődve tapasztalják ezt a fajta szolgáltatást, mivel máshol ezt nem kaphatták meg, és mindig hosszabb időt töltenek el a látogatásokat, színesíti ez az orgona visszajátszó szerkezet. Sokszor azt hiszik, hogy egy élő, igazi orgonista játsza nekik a darabokat, úgyhogy mindig megnevettetjük őket a végén, hogy az idegenvezetők úgy tudják nekik ezt tolmácsolni, hogy meghatódnak.